I will have a home somewhere. Let me find my friend in Jesus, and let me know that when I go, you will have a home for me. Oh, let me be closer to thee. Let me have my friend. Closer to thee. Let me find my friend in Jesus. Üdv neked! Megéreztem a kávé illatát. Csatlakozhatnék? Gyere, atyám, hozd a poharad. Társad is van, nem? Van. Hívd ide! Szeretném megköszönni az Úrnak jóságotokat. Uram, nagyon hosszú utat tettem meg, te érted. Nagyon sok felé kemény terepeken jártam, és hálás vagyok e két embernek jó szívükért. De mit sem ér a kényelem, ha követjük tanításodat. Semmit sem hozunk erre a világra, és semmit nem viszünk el. Mit akarsz? Ámen. Nehogy meghúzd a ravaszt. Te vagy Roscoe Binder, te pedig Kate Winslow. Fiúk, úgy érzem, két lehetőség van. Rám lőhettek, akkor kettőtök közül az egyiket lelövöm. A kérdés, ki maradjon életben? És ki halljon meg itt helyben? Vagy még élhettek egy-két hétig, ha jó az ügyvéd? Te vagy Leach? Jobban tennéd, ha döntenél. Te vagy közelebb. Ráncok ugyanazok. Érdemes volt élned, mert megszerezted nekem az 500 dolláros vérdíjat. Aki szökésben van, meg kell tanulnia élni a vadonban. Te maradj nyugton! És nem szabad idegeneket kávéra meghívnia, mert az halálos lehet. Egyébként az, akire vérdíjat tűztek ki, biztos lehet benne, hogy eltemetik. Ha nincs hulla, nincs jutalom. Pár nap alatt ott vagyunk, de Rióban, ha a folyó nem túl magas. Jó vidös leszel addigra. Thank you.
Cseh Német Lajos, Csulya Imre, Madarász Éva, Sós László, Hol Nándor, Holmut István, Juhász Jácin, magyar szöveg Meszéna Marian, hangmérnök Kendi Lajos, gyártásvezető Derzsi Csilla, szinkronrendező Varga T. József. Zenéjét szerezte Larry Brown. Leach, hadd lovagoljak melletted! Az öreg haver kezd túlérni! Nem érdekel a barátod, világos? A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Vipart Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő. Fényképezte David Connell. A forgatókönyvet írta Frank K. Dubs, David Cass és Steven Lodge. Rendezte Rod Hardy. Sok szerencsét! Köszönöm! Minden jót! Találkozunk a templomban! Sok szerencsét! Minden jót, Ben! Gratulálok, Ben! Jó reggelt! Szólj Mariának, hogy látni szeretném. Lehetetlen! Menj innen! De... Menj innen! Menj innen! Maria! Szólj Mariának, hogy látni szeretném. De ez nem szabad. De miért nem? Azért, mert tiltja a hagyomány. Menj innen, ez nem szokás. Nem vezetünk be új szokást? Nyisd már ki, hoztam valamit. Valami szépet. Remélem, örülni fogsz neki. Ez a mi szokásunk. Mi az? A mamámé volt. Csak ezt hagyta rám. Maria, tedd föl, kérlek. Hunyd be a szemed, és ígérd meg, hogy nem nézel rám, ha kinyúlok érte. Megígérem. Benjamin, szeretlek! Tiáról te is szeret, mind szeretünk, de most menj! Benjamin, még mindig meggondolhatod magad, és leléphetsz innen. Georgia idejét múlt vidék, Csúly. Ez itt szűzföld. Bevezetem a vizet, és gazdálkodom. Nagy a termés, ha van víz. Nem a földedről beszéltem, Benjamin, hanem a hugomról. A bájos, fiatal mexikói lányról, aki jó családban nevelkedett. Azt a lányt én nagyon-nagyon szeretem. És nem lépek vissza semmi áron.
és aki szintén nagyon szeret téged. Ó, ti bolondok! Bamáros! Mióta hurcolod őket? Két napja. Van róluk plakátom. Hivatalos kiadás. A hulla Kate Winslow, mögöttem pedig Roscoe Binder. Megkérlek, hogy táviratozz a jutalmam miatt. A nevem Leach. Quinton Leach. Tudok rólad. Az ajtó nyitva, a cellakulcsot megtalálod balra a szögön. Binder, tedd lakat alá. A hullát meg vidd le a köztemetőbe, nekem most esküvőre kell mennem, nem érek rá. Választási év, mi? Igen, változnak az idők, túl gyorsan változnak. Ide jön egy fickó a városból, felszántja a sziklákat, bevezeti a vizet, és azt mondja, gazdálkodni fog. És most ráadásul elvesz egy mexikói lányt a katolikus templomban, gyertyákkal, mirtusszal, meg ami kell. Mondok neked valamit. Ha a lány apja az öreg Gatavis még élne, ez nem történhetett volna meg. Nehéz ezeket szállítgatni. Hol kaphatom a legtöbbet értük? Van jó fegyver is. Te egy hős vagy, mi? Igen, de ez elég költséges. Sokáig tart, míg megkapom a vérdíjat. Az öreg dobsz lent a köztemetőbe, majd kisegít. Ha visszajöttem az esküvőről, táviratozom, hogy kap meg a pénzetet, aztán tűnj el. Ez jól hangzik. Mennyire ostoba volt is a társad, lehet, hogy ő döntött jobban. Neki már nincs miért aggódnia. Te meg gondolkodhatsz a bűneidet. Telet kapsz, ha elvisznek innen. Nagy csomót kötnek rá. Ha jól csinálják, nem érzel majd semmit. De ha rosszul, az kényelmetlen lesz. Leach, nehogy azt hidd, hogy van különbség kettőnk között. De bizony van, Roscoe. Te bent vagy. Én pedig idekint.
Pater noster, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Igyekezz! Ahora puede besar la novia. Nincs ki a páncélszekrényt, nem hagyjuk itt az aprót se! Az esküvő! Pofa be! Figyelj csak, Roszkó! Biztosra veheted, ahová te mész, ott nem szól majd a harang. Kirabolta! 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 Micsoda!
óvatosan, fiú! Van itt valami! Meg kell találnunk. Irány a folyó! Mozgás, emberek, gyerünk! A folyót! Ja! Átkeltek a folyón. Nyomuk sincs már. Nem tehetünk semmit. Mutasd meg! Mutasd meg! Ben, ő már halott. Nem volt esélye. Megölték. Ben! Ben, mit csinálsz? Téged is meg fognak ölni! Velem. Nincs értelme átkelni a folyón. Sok a sebesült, sok a halott. Isten tudja, mi van otthon. Vissza kell mennünk Derrióba, ott van szükség ránk. Vissza Derrióba!
ezen a vidéken nem szabad a lovat halálra hajszolni. Sokat kell gyalogolnod a forró napon, míg hazaérsz Del Rióba. Jobb lesz, ha naplementéig elbújsz valahová. És ne idd meg egyszerre az összes vizet, mert felpüffedsz, mint egy vízi hulla. Ki vagy te? Nem mindegy. Egy senki. Ki vagy te? Már senki sem. Menj vissza Del Rióba, fiam. Majd én megkeresem azokat a gyilkosokat. Megállj, senki. Nyugalom, fiam. Rám nincs kitűzve vérdíj. Dobd el azt a revolvert, és szállj le a lóról, mert elviszem. Ezt az öreg lovat akarod? Azt mondtam, leszállni. Elviszem a lovadat. Óvatosan. Ha megdöglik, téged fog kísérteni. Gyere el a ló mellől, öreg. Lassan, okosan. Tudod, ez már a második hibád. Szerencsés vagy. Mondjuk, két lehetőséged van. Egy vagy hátrálsz és csípőből tüzelsz, de ezt nem teszed meg. Vagy fölemeled a puskád, akkor pedig azonnal meghalsz. Ez nem a te üzleted. Megölték a feleségem! Neked mi közöd ehhez? Pontosan a lényege az üzlet. Amiről itt beszélünk, az a Walker testvérek piszkos ügye. Vérdíjat tűztek ki rájuk. Öten lovagoltak ki Del Rióból, kettő sebesülten. Ezek után még több lesz a vérdíj. És arra szükségem van, tehát menj vissza, kölyök, és tedd le azt a puskát. Hallod? Ne moccanj. És emlékszem olyan esetre, amikor valaki túlélte, hogy puskát fogott rám. Csak nem tudtam eldönteni, hogy az ostoba fejet belőjek, vagy a seggedben. Jobb lesz, ha keresel egy fát, és elbújsz alatta. Gyalogolj inkább éjszaka. Gondolom, úgy holnap délre megjárod az utat, Del Rióig. Mint a fejetlen csirke. Segíts! Nem hallottad? Érdekes az emberi faj, nem igaz? Azt kéne tenniük, ami helyes, tisztelni egymást. Ezt itt puskával nyírták ki. Ásad ki a karját. Gyerünk, kölyök, rajta!
Hásad! Csak egy hulla, egy darab romlott hús. Mi a francot csinálsz? Visszatemetem, bárki is volt. A neve Nick Tempest. És nagy vérdíjat tűztek ki rá. Valószínű a legnagyobbat minden idők óta. Hozz egy kötelet. Figyelj, kölyök, nem tudom, hogy ki végzett vele, és nem is érdekel, de most már az enyém. Te meg hozd már azt a kötelet. Hozd ide magadnak, öreg. Úgy látszik, a fiúk már kirámoltak. Gondolsz, mióta hurcolta ezeket magával? Ennyit ér egy rabló élete. A társa meg nyilván elvett tőle mindent. Ki tudja, talán jó lesz valamire. A hulla megér vagy 300-400 dollárt. Ennél többet nem fogok kapni érte. Mi a neved, kölyök? Tébor. Benjamin Tabor. De a barátaimnak csak... Benny, gondolom. Hány éves vagy? 25 talán. Amikor én 25 éves voltam, már lövöldöztem. Tisztességes pénzért. Öltél már embert? Nem olyan nehéz. Csak téged ne öljenek meg. A bosszú olyan, mint egy hideg vacsora. Sosem lakik jól vele a fájdalom, amit érzel. Nem a te dolgod. Mondok neked valamit, öreg. Én nem adom föl. Hé, már megöltél egy lovat. Ha én akkor nem adok neked vizet, már rég megdöglöttél volna. Fordulj vissza. Mensd az életed. Kezdj vele valami mást. Eltart egy ideig. A bánat ilyen. De aztán csendesül. Ha most visszafordulsz. Ez egy olyan ember tanácsa, aki semmit sem tudhat a bánatról. Menj a pokolba, öreg. Én vérdíjért ölök. Így tudok megélni. Nekem kell elkapni őket. Nagyobb volt a szemem, mint a szám. Sok lett a szalonna. Ellenőrzöm a hullát, nehogy a préri farkasok felfalják a bizonyítékomat. Szalonnát nem dobunk ki. Nem volt időm megszámolni. Ne aggódj. Megkaptad, ami jár. De az kevés. Hiszen csak négyen maradtunk. Hé, azzal, hogy ötfelé osztottuk, te nem vesztettél semmit. Egyébként is ennyit kaptál volna, nem? Jó, de nem csak ez a bajunk.
Nem jogos, hogy a nőt magatoknak tartjátok. Nem vagyok hajlandó minden este ezt hallgatni. A zsákmány nagy részét elvesztettük. Tehát pótolnunk kell. Szép kövér csontot jelent, ha jól el tudjuk adni a városban. De használt árut nem vesznek meg. Ja. De honnan tudod, hogy még nem használt? Abban maradtunk, hogy mindenben egyenlően osztozunk. Kérem a részem. Travis, emeld fel a segged. Gyere ide. Az ára 500 készpénz, mert egy centtel sem kevesebb. Almenzár, be akarsz szállni? Veszünk majd nőt Peppernél. Ennél jóval olcsóbban. Én az 500-ból kérem a részem. Nem megyünk Pepperhöz. Lelovagolunk Mexikóba, még friss az áru. Velünk jöhettek, de nem kötelező. Jó, rendben. Pedro meg én elhúzzuk a belünket. És 3-4 nap múlva találkozunk Laitasban. Pedro, benne vagy? Indulás Pepperhöz. Jake, lehet, hogy már használta más. Fehér esküvői ruhában volt Travis. A mexikóiak ezt komolyan veszik. Igen, fehér ruhában volt. És te mit mondasz, szenyora? Friss áru vagy mi? Szemét! Ez felejtsd el, Travis. A friss áru azt jelenti, hogy nem nyúlunk hozzá, érte? Rád találnak és meg fognak ölni. Végetek! A folyótól nyugatra nincs semmiféle törvény. És egy hónap múlva már senkit sem fog érdekelni Del Rióban, hogy mi is történt veled, kicsikém. És maradjon ketten között. De tele van a tököm azzal, hogy a bátyám diktál nekem. Ne! Mellém kölyök. A szemem sarkából látni akarlak. Világos? Everly, hol az az üveg? Iszkét! Miben segíthetek, Zarán? Kint fuvarnyomokat láttam. Merre és milyen gyakran? Keletnek. Úgy egyszer egy héten. Itt kell lennük holnap után. Van odakint egy csomagom, el kéne jutnia a Del Rio-i serifhez. De holnap utára már nagyon büdös lesz. Miféle csomag? Egy hulla. Bankrabló, a neve Tempest. Felmarom érte a pénzt. Fiúk, melyik őtök jött a fekete lovon? Oké, mindenki a falnak, nem vagyok kíváncsi a pofátokra. Még egyszer megkérdezem, és ha nem kapok választ, megint lőni fogok. Melyik őtöki az a fekete ló? Amelyik kint áll, golyóval a hátsójában. Most az enyém.
Fordulj meg szépen. Rólad nincs plakát. Meddig voltál a Walkerekkel? Walkers? Fogalmam sincs, miről beszélsz. Hárman maradtak, Travis és Jake Walker, meg még egy. Hová mentek? Uram, talán mégsem kéne... Ne szólj bele, csapos! Esküszöm. Az égre nem tudom, miről beszélsz. Van két, vagy három lehetőséget. Előhúzhatod a pisztolyod? Meghalhatsz ujjaddal a ravaszon, vagy elmondhatod, merre mentek, na mi lesz? Örök, te megőrültél! Pofa, be nem kérdeztelek! Döntsd gyorsan. Leach, nem ő az. Ő nem volt ott a banknál, te is tudod. Ki a fene vagy? Az, akivel nem akarsz majd ismét találkozni. Ebben biztos vagyok. Csapos, rád bízom, hogy a csomag eljusson Berrióba. Igen, uram. Te aztán bátran viselkedtél, Cole. Mint egy nyuszi. Jól összecsináltad magad. Úgy reszketett a lába, hogy csak na. Kíváncsi lennék, mi van a gatyájával. Leach! A pakliban volt. Oké, Everly. Akarsz mondani valamit a Walker testvérekről? Nem, én egyáltalán nem láttam őket. Csak ezeket itt. Én csak kettőt láttam a bandából. Dyke Hollandot és azt a mexikói bajkeverőt. A neve Almenzár. Lejöttek. Vettek egy üveg piát, és elmentek. Valószínűleg Pepperhöz. Uram, ne tegye ezt. Az Isten szerelmére kérem. 100 mérföldes körzetben nincs orvos. Istenem, ha megmozzanok, vége. Isten áldjon, fiam. Köszönetet vársz, kölyök, nem kapod meg. Nem kértem a segítséged. Nem volt rá szükségem. Azt mondtad mellém, kölyök. De csak azért, hogy rajtad tarthassam a szemem, és ne kelljen aggódnom, mi folyik a hátam mögött. Azt hiszed, a gyilkosság az minden? Egyet tanulj meg, de villám gyorsan. Olyan, hogy ártatlan ember nincs. Csak kevésbé bűnös. Több lehetőséget kapott. Csak a rosszat választott. De vagyunk így egy páran. És Everly? Így egész biztos gondoskodik a csomagomról. Te pedig menj vissza Rióba! Sirasd meg a halott feleséged! És kezd valamit az életeddel! Rólam pedig szállj le! Nem érdekel, hogy tetszik-e vagy sem, Leach, de veled megyek. Ha velem jössz, ez a ló a tiéd, és igyekezz lépést tartani.
Tedd ezt föl, még felforr az agyvizet. Aztán visszakérem. Ez a kalap $1 került, és sokat megélt. Van olyan csapos, aki belépőjegyért akarja mutogatni. Jól áll, nem? Azelőtt sosem jutott eszembe, hogy kalapot hordjak. Olyan céltudatosnak látszol, az esküvői ruhától eltekintve. A neve Maria. Istenem, te gyönyörű volt. Az élet nem igazságos, Benny. De azt hiszem, még mindig jobb, mint a halál. Legalábbis többnyire. Ebben a kalapban igazi banditának látszol. Mr. Leach, jó ideje már. Így van, Ebner. Gondolom, megtalálta a párját. Tévedtél. Még nem, és nem is fogom. Ó, előbb-utóbb az is megtörténik, Quinton Leach. Jó téged látni, Pepper. Egy kölyökkel lovagolsz? Nem néztem volna ki belőle, hogy a társad. Nem a társam, a neve Benjamin Tabor, és csak ugyanarra vezet az utunk. Ben, bemutatom neked Flora May Peppert. Ennek a városnak a vezetője. Quinton ismeri a szabályokat. Az ilyenek miatt vezettem be, mint ő. Ide nem jöhetsz be puskával. Nincs verekedés, gyilkolás és hitel. Szállás és kaja $5 egy éjszakára, és minden partiból 10% a házé. Maradtok? Maradunk. Egy éjszakára. Vissza kell mennem Rióba, hogy egy kis költőpénzt szerezzek. Inkább vérdíjat, nem igaz, öreg? Köszönj nekik. Az a hülye képű kövér Dyke Holland, a becenevet Dukó. A másik Almenzár. Öreg, hol szedted össze ezt a kölyköt? Nem a te formád. Változnak az idők. Hallom, hogy a Walker testvérekhez csatlakoztatok. Hol vannak? Hé, hey, Mr. Leach, tegyék le oda a fegyvereket. A lovakat kössék ki lent, ott van az ab. És Quinton rejtek helye. A legnehezebb várakozni, mi? Kölyök. Hagyd. Ez nem a megfelelő pillanat. Szóval ez Leach. Nem olyan nagy falat. Csak egy öreg ember. Légy óvatos, Pedro. Ez a vénróka két dologért jött ide. Értem, meg érted. És a fegyvereit sem kiárusításon vette. Nehogy kikezdjene. Főleg nem itt. Ha,
19 és 50. Tudod, Pepper, kétszer ennyiért adhattam volna Rióban. Igen, és négyszer ennyiért El Pasóban, de nem éri meg az utat. Gondolom, nem neked kell. Alaposan kiraboltak a legutóbbi bevásárló utamon. És ha még egyszer rám támad valaki, azt akarom, hogy fegyver legyen a kezemben. Úgy van. Ezt nem szeretném megérni. Mennyi manapság egy forró fürdő? Ó, $50, de neked csak egy. Hátmosással együtt? Igen. De az még $1. Egyszerűen remek. Ez az élet titka, Pepper. Örömet találni az egyszerű dolgokban. Talán van még számodra remény. Ezt hogy érted? Hát soha nem gondoltam volna, hogy társulsz valakivel. A fiú nem a társam. Bennit nem érdeklik a vérdíjak. Ő a halálba rohan. És te nem? 20 éve kölcsönkapott időn élsz. Még elhiteted velem, hogy aggódsz. Szólok a lányoknak, hogy főzzék ki az inged, és mossák ki a nadrágot. Nem akarom, hogy a lányok kifőzzék az ingem, és nem akarom, hogy te vagy más nő mosson rám. Tedd csak le a ruháimat. De iszonyú büdösek. És 2 nap múlva, ha ismét úton vagyok, ugyanilyen büdösek lesznek. Majd, ha eljön a pillanat, hogy már én sem bírom tovább, Clinton, akkor kimosom magam. Add már fel! Hiába gyilkolsz, akár ítéletnapig. Őt nem tudod visszahozni. Ha te együtt tudsz élni a kísértetekkel, akiket a más világra küldtél, én is együtt tudok élni egy nő szellemével, aki 20 évvel ezelőtt meghalt. Az ilyen embereknek, mint mi vagyunk, csak ennyi jut. Nem! Nincs több lehetőség. Itt áll az imakönyvedben, hogy van megváltás, és az, hogy mindig van idő, ha akarod, Quinton. Ha akarod! Nyomodat vesztettem az elmúlt évek alatt, míg néha megjelentél váratlan vendégként. És megkértél, hogy mossam meg a hátad, aztán megint csak eltűntél, ellovagoltál, anélkül, hogy visszanéztél volna. Özvegynek éreztem magam. Ez az enyém lesz, fiúk. Nagyon sajnálom. Tartom $10. Kiszállok. Hé, fiúk, engem se anya nevelt. Ráteszek még 10-et. Nem gondoltam, hogy nincs anyád. Csak azt, hogy egy szoknya alól bújtál ki. De volt. Miután elkaptam a te anyád? Fiúk, több tiszteletet az apátoknak, világos? Rohadt életbe! Mutasd a lapod! Fúlom van.
nagy merészség egy hullát fölrakni tétnek. Hát köszönöm, fiúk, ezt a kis aprót. Tekintsük előlegnek azért, amit majd értetek kapok. Na, menjünk már. Az éjszaka közepén, mi? Ne hagyd, hogy felhúzzon az öreg. Lynchnél van pénz. De holnap elbúcsózom Peppertől, és elindulok. A te dolgod. Én itt maradok. Nem akarok összefutni az öreggel. Itt biztonságos. Nem kaphat el minket. Buenos vamos. Az öreg változó, mint a hold. Nem hagyom magam egy tilis öregembertől. Sötét éjszaka nem lovagolok. Vagy lebénul a ló. Vagy ami még rosszabb, meg kell mászni ezeket a hegyeket, kivéve ha az ember a folyó felé tart. Könnyebb gyalogolni. Én azt hiszem, nappal megyek tovább. Nappal találkozunk. Öreg. Gondoltam. De még nem. Van egy kis elintézni való. Vigyázz magadra, Pedro. A hátad mögött vagyok. Kérem a fegyvereket, szenyor. Mindent rendeztél? Ne felejtsd el, az ajtó nyitva áll, bármikor jöhetsz. Utána megyünk? Nem, elég lesz reggel. Addig is mulassunk. Könnyebb követni. Ebben igazad van. A ló jobb hátsó patkója hiányzik. Hol lennél pedig a bal első? Mióta? Amióta egészen véletlenül leszettem. Micsoda ötlet? Te hülye! Ismered a szabályokat? Ide ne gyere még egyszer! Szerez magadnak egy combot abból a sült kecskéből. Holnap már reggel is sincs, hajnalban indulunk. De hajnalra már Árgombokon túl lesz. És egyenesen oda vezet minket a Walker testvérekhez. Hajnalban. Hallottam, mit mondott Mr. Lynch. Jöjjön, fiatalul, menjünk a dolgunkra. Nyolc fakát. Hogy kerültél össze ezzel a bolond öreggel, fiú? Azt hiszed, elég sokáig él ahhoz, hogy kitanítson? Valahogy úgy. Akkor tanulj nagyon gyorsan. Vagy keres magadnak más munkát. Mint a bankrablás? Jól fizet. És a nőrablás?
vagy a gyilkosság. Mire célzol, fiam? Vigyázz, mert kés van nálam. Del Rióra célzok, az ottani bankra és egy nőre, a neve Maria. Még mindig esküvői ruhában van. Ismerősen Csenk? Szóval így hívták, he? A feleségem volt. A feleséged? Mondok neked valamit, fiú. Nem halt meg. Legalábbis még nem. Pedig jobb volna neki. Átkozott! Leech, öltöz fel és gyere gyorsan. Mondtam, hogy reggel megyünk. Te várj itt reggelig. De én elindulok. Hazamész végre? Nem, nyugat felé. A folyó mentén. Megkeresem a Walker fiúkat. Ben! Hadd menjen, Quinton! Ez az ő élet. Vigyázz rá. Mi ütött beléd, fiam? Maria, életben van Leech. Még él. Ki mondta ezt? Dugó árulta el. Dyke Holland? Utánam jött késsel a kezében. Azzal hencegett, hogy Maria a Walkerekkel van. Leech, meg kell őt találnom. Ben. A Dugó igazat is mondott. Napok óta nem volt velük. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy különbséget jelent élni, vagy életben lenni. Nézd, már felnyergeltem a lovadat. Megtöltöttem a kulacsot. Na, velem jössz, vagy sem? És a hulla? Felkötöztem. Lesz a használt árv is. Jövök, édes. Ezt nem kellett volna. Fájni fog még hozzá nagyon. Ha nem volnál a töcsém, most rögtön kitekerném a nyakadat.
Ez volt az utolsó alkalom, és végzett. Öld meg a veszett kutyát, aztán engem is. Pofa be! Már is indulunk tovább. Messziről rablónak néztünk. Nem kellett volna így ránk rohanni. A te hibád az egész. Leech. Leech? Hol van most? Hé! Ez is a te hibád. Utána! Szerencsétlen eltörte a lábát. Még mindig van két épp lovunk. Leech nem lehet össze. Gyerünk, menjünk! Megdésmálták. Egy fillért sem kapnék érte, mert még az anyja sem ismeri föl. Ha! Voltak. És Maria is velük volt. Gyere!
itt a Rio Grande. Mexikó felé. Kölyök, gyere le, de gyorsan! Fáj, Benny. Hol van Holland? Ki? A tetem. A ló meg az összvér elfutott. A francba! A hulla $200 ért, a ló meg 50-et. Nem tudtam, hogy még mindig vérdélyre vadászol. Megszoktam már, kölyök. Segíts kiszedni ezeket a tüskéket a bőrömből. Aztán már is indulhatunk. Van ebben jó is. Ha létezett valaha valaki... Ja! Aki nem érdemelt temetést, az az öreg dugó. Remélem a pokolba lovagol. Szállj le, kölyök, és segíts! Biztos jól vagy? Igen, jól. Amigo, azt mondták, meghaltál a folyónál. Hát nem, bármit is hallottál. Fogd meg a kezem. Fogd meg! Travis és Jake Walker merre van? Követtem őket a folyótól, tudom, hogy jártak itt. Volt velük egy nő? Sí. Voltak itt. Egy gyönyörű nő volt velük. Vettek egy üveg piát, aztán tovább mentek. Vamos. Utoljára kérdezem tőled. Hol vannak most? Fent? Hol? A folyosó végén, szemben, két szobában. Ben! Adj egy kolt piát. Felmegyünk oda. És ha hazudtál, megtalállok. Az Ervin.
voltál? Ez az enyém. Akkor enyém a másik. Jake Walker az enyém, világos? Kölyök, hozz pokrócot, meg kötelet, a hulla az enyém. Te meg az enyém, öreg!
Azt ajánlom, dobd le azt a puskát a földre. Tedd le, fiú. Hogy tudjad, Leech, rád több vérdíjat tűztek ki, mint erre a hullára. $700! Ki tűzte ki? Van rólam plakát? Nem, nincsen. Néhány fiú összefogott, és úgy gondolták, hogy kellemesebb lesz a jövőjük nélküled. Beleértve a vóköröket is. Igazán büszke lehetek. És te egyike vagy a fiúknak? Én annak dolgozom, aki többet fizet. Most persze, csak akkor vehetem át a pénzt, ha már meghaltál. Na, te jössz, öreg! Ne mozdulj, Ben! Ahogy látom, van egy vagy két lehetőségem. Ez még mindig több, mintha egyáltalán nem lenne. $700 még ki kell érdemelned. Győzöl, néha vesztesz. Emeld föl a hullát és vidd a lovamhoz. Nem hallottad? Velem ne szórakozz, kölyök! Jake Walker vérdíja az enyém! Ez nem volt szép. Csináld, amit mondtam, fiú. Senki sem fog följelenteni gyilkosságért, ha a seggedbe, a füled mögé, vagy bárhová lövök. Senki sem fogja megtudni. És senki sem hányja majd a szememre, ha enyém a hagyaték. Csináld, amit mondtam. Vidd a lóhoz. Hallod? Már a második hiba volt, uram. Nem érted? Kötözd jól oda, és tűnj el! Azt hiszem, van két vagy három lehetőséged. Hátrálhatsz, és tüzelhetsz csípőből, de akkor biztos eltalálod a lómat. Vagy szélbe vehetsz, de akkor meghalsz. Te megőrültél? Rólad nincs plakátom. Maradj nyugton, mielőtt baj lesz!
Öntsön már, uram. Ki volt ez a Leech? A barátom. Remélem, hogy tudja. Does he wake with the sunrise?